Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja október 18-án hétfőn. Manapság már nem ritka, hogy éjszaka a fagypont alá hűl a hőmérséklet, így sokan beindították a fűtést lakásaikban. Mit tegyünk, hogy biztonságban aludjunk? Erről is szó esik a mai műsorban, de nézzük még, hogy még mivel foglalkozunk. Sütőtök szezon. Milyen termésre számítanak Nagydoboson? Informatikai újdonság. Virtuálisan is megépítik a vasúti átrakót fényes litkén. Fűtési szezon. Érdemes átvizsgáltatni a berendezéseket a téli hideg előtt. Az ősz nem csak a fűtési szezon kezdetéről, hanem a sütőtökről is szól. Nincs olyan háztartás a megyében, ahol ne lenne kedvelt étek a zöldség. Hogy milyen a termés idén, hát ki mást kérdezhetnénk erről, mint Nagydobos polgármesterét, Kovács Gábort. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. No, de még mielőtt azért feltenném ezt a kérdést, hát Nagydobos, sütőtök, sütőtök, Nagydobos. Azért áruljon el néhány információt arról, hogy mik az előzményei annak, hogy Nagydobos neve összefort a sütőtökkel. Hát Nagydobosnak a neve már elég régóta összefort, hál' Istennek, a sütőtökkel, és ez talán annak is köszönhető, hogy valamikor az első világháború után a nagydobosi képviselőtestület, illetve nagydobos elöljárósága kinemesítette az igazi nagydobosi sütőtököt azokkal a fajta jegyekkel, ami a mai napig jellemzőek kellenek, hogy legyenek, mégpedig a szürke szín, a gyönyörű narancssárga beltartalom, illetve a sütőtök címere, ami ugye elméletileg a sütőtök alján található ilyen kör alakú forradás. És közrejátszott talán az is, hogy az első világháború után azért súlyos élelmiszerhiány volt az országban, és a nagydobosi sütőtököt vagonszámra hordták fel Budapestre, illetve a nagyobb városokban, mivel a termesztése aránylag egyszerű volt. Tehát nem volt nagyon vízigényes növény, nem kellett neki olyan környezet, ami nehézzé tette a termesztését. Tehát akkor nem arról szólt a fáma, hogy akkor a nagydobosi előjáróságok összeültek, és mi az, amit termelni kellene, hanem ott már azért volt egy előzménye a sütőtök termelésnek. Ők igazából abról döntöttek, hogy ezt a fajtát, vagy ezt a sütőtököt, ezt még tovább nemesítik, ugye? Így van, igen. Tehát a beltartalmát tekintve ez az egyik legjobb sütőtök a piacon. Ugye rengeteg félével találkozunk, illetve engem egy picit talán bosszant az, hogy ma a nagyobb bevásárló központokban, amit nagydobosi néven forgalmaznak sütőtököt, annak semmi köze sincs Nagydoboshoz. Tehát nem ott termelik, de maga a fajtája, azt azért el lehet mondani, hogy az nagydobosi, mert akkor van egy ilyen fajta, hogy nagydobosi sütőtök. Így van, van egy ilyen konkrét fajta, hogy nagydobosi sütőtök, ugyanúgy, mint Kántor Jánosi fürtös, meg a újfehértói fürtös, meg, tehát ez egy fajta. És vannak másfajta sütőtökök is azért, csak hogy egy kicsikét érzékeltessük, ugye? Természetesen, igen. Tehát amit a köznyelv leginkább most halloweeni töknek ismer, az ugye az oranstök, ez a külső narancssárga, tehát ezzel is nagyon sokat találkozunk a bevásárló központokban. Említette, hogy a sütőtök, hát most így fogalmazok, ilyen szinten akkor igénytelen, ugye ez a növény, tehát nem igényel akkora nagyon nagy gondoskodást, folyamatos kapálást például, vagy öntözést. Na, ezt akarom abból kihozni, hogy egyébként a település rendelkezik valamiféle különleges adottságokkal a tekintetben, hogy itt tényleg nagyon finom az itt megtermelt sütőtök? Hát Nagydobos ugye a Szatmár és a Bereg történelmi határán helyezkedik el. Nem véletlen az, hogy egy időben Bereg vármegyéhez tartozott, utána a Szatmár vármegyéhez, ugye elcserélte a két vármegye, Tarpát és Nagydobos cserélte el egymással. És ami Nagydobost különlegessé teszi, az pontosan ez, hogy a település egyik része még a szatmári, homokdombos, homokos rész, a másik része pedig már a fekete, beregi földet tartalmaz, és a sütőtöknek ez a sárga, homokos terület tesz jót. Ugyanis, hogyha a fekete földre vetjük, nem tud úgy szellőzni alatta, és nagyon hamar rothadásnak indul, megromlik. És ezek a területek viszont ugye azért nem egy aranykoronában gazdag területek, igazából más nem nagyon tud jó termés átlagot hozni rajta. A sütőtök viszont kifejezetten kedveli. Tehát akkor évszázados hagyományra tekint vissza a sütőtök termelés, és mennyi maradt mára ebből a település környékén? Hát volt időszak, amikor nagyon-nagyon kevés, viszont én azt gondolom, hogy hála az utóbbi évek erőfeszítéseinek abban, hogy mind a településen, illetve mind vannak olyan termelők, amelyek megpróbálják
nagy doboson termelni és elismertetni ezt a faj, megismertetni az emberekkel egyre nagyobb terület. Tehát az idei évben már több mint 50 hektár fölött termett nagy doboson, nagy dobosi sütőtök. Tehát akkor egyre több és több. Így mondhatnánk. Van, igen. Csak azért, mert vannak olyan települések, ahol jellegzetesség volt ez valamikor, de mára pedig már kikopott, nem a sütőtökről, hanem más növény termesztésről beszélek. Na és akkor jöjjön a kérdés, hogy milyen a termés idén? Hát közepesen jó. Igazából azt gondolom, hogy ugye a sütőtöknél nagyon fontos az, hogy első vagy másod kötés. Az idei évben ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az első kötés az, amikor ugye elvetjük a sütőtököt, és akkor az első virágból, az első terméseket, ha ezt érleli be a sütőtök, az egy nagyon jó minőségű termés. Azonban, hogyha aszályosabb időszak van, hogy megvédje saját magát a növény, van, amikor eldobja a termését, tehát nem növeli meg. Viszont ilyenkor általában másodkötésből még növel sütőtököt, de ez már nem igazán tud beérni. Tehát ennek egy 30-40 százaléka az, ami nem takarmányminőség, hanem élelmiszeripari minőség. És akkor most az idei termés? Vegyes. Tehát ahol lehetett öntözni, ott semmi probléma nincs, ahol nem lehetett, ott egy jó közepes termés alakult ki. Mert a vetés időpontjában ott nagyon jó csapadékot kapott, az aszályos nyár egy picit azért megviselte. A közepest azt mire érti? A mennyiségre vagy a minőségre? Is. Tehát itt mind mennyiség, mind minőség. Rendben. És hogyha nagy dobost nézzük, és a sütőtök termelést úgy általában, igen, Magyarországon, akkor lehetne valahogy érzékeltetni, hogy hány százalékát adják önök? Hát jelenleg erről nekem nincsenek pontos adataim, de én bízok benne, hogy ez a közeljövőben egyre nagyobb százaléka lesz. Tehát a nagy doboson előállított sütőtök az országban előállított sütőtöknek. És ha már ennek híre kell, akkor gondolom az önök település ebből a szempontból is egyre fontosabb és fontosabb lesz. Ezt a turizmus vonalon mennyire tudják vagy próbálják kihasználni? Hát egyelőre azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk valamivel megkülönböztetni a nagy doboson termelt sütőtököt az összes többi úgymond nagy dobosi sütőtöktől, tehát hogy kapjon egy olyan minőségbiztosítási védjegyet, amiből, hogyha én laikusként is bemegyek bárhova, akár piacra, akkor tudom azt, hogy igen, ez nagy doboson helyben termett sütőtök. Aztán, hogy ezt... Így drágább is lesz? Szerintem? Hát szerintem nem. Viszont a minősége biztos, hogy garantált lesz, hogy igazán ízletes és édes sütőtököt fogunk venni, nem pedig olyan nagy dobosi sütőtököt, ami valójában takarmánytök. Viszont fesztivált évről évre rendeznek. Idén lehet erre számítani, tavaly nem volt, hogyha jól tudom. Így van, hát tavaly ugye a pandémiás helyzet miatt elmaradt, illetve az idejében is, amikor mi nyár elején leültünk és átbeszéltük ezt a képviselőtestülettel, mert ugye ez az önkormányzat saját rendezvénye, akkor nyár elején még nem igazán tudtuk, hogy szeptemberben, októberben mi lesz, és úgy döntöttünk, hogy jelenleg mi óvatos duhajok leszünk, és az idejében még elmaradt. De szeretném kihangsúlyozni, hogy jövőre, amennyiben a helyzet lehetővé teszi, mindenféleképpen megtartjuk. Már csak azért is, mert ez a sütőtöknek egy nagyon jó hírverő dolog. És mikor kell elkezdeni a szervezést? Tehát hát mikor kell döntést hozni akkor erre? Valamikor tavasszal, május, június, hát tavasz vége, nyár eleje. Úgyhogy ha szerveznek, akkor több napos programot szerveznek? Hát jelenleg egy nap volt már, de gondolkodunk rajta, hogy visszatérni esetleg, mert eleinte két nap volt. Rendben, beszéljünk akkor a településről. Hát ha jól tudom, azért a település is kihasználja a pályázatok adta lehetőségeket. Önök is pályáznak a Magyar Falu program keretén belül. És mi az, amit megpróbálnak kihasználni, vagy próbálnak kihasználni járda útépítés terén például? Hát igazából én azt gondolom, hogy csak az a pályázat nem nyerhet, amit nem adunk be. Tehát ezért amilyen lehetőségek vannak, igyekszünk, tehát ami olyan lehetőségeink vannak, hogy a településképhez tudjuk igazítani, arra mindenre beadjuk, nem nyerünk meg mindent, de úgy gondolom, hogy ezen nem is kell bánkódnunk. Most legutóbb, amit épp ma reggel mielőtt jöttem, akkor kaptam a támogatói okiratot, egy belterületi járda, ami a település központjába fog megújulni belőle a járda, a templomok előtt, orvosi rendelő előtt, tehát azt gondolom, hogy egy olyan frekventált helyen, amit mindenki használ, illetve nyertünk természetesen belterületi utakra, oda minden évben pályázunk, célunk az, hogy egy pár év alatt a település összes útja megújuljon,
sajnos azonnal nem tud, bár mindenki azt szeretné, hogyha azonnal természetesen és előtte mindenféleképpen, de azt gondolom, hogy mivel azért lassan nekünk a belterületi úthálózatunk kezd előregedni, mert 20 pár éve volt, amikor utoljára aszfaltoztak, így azt gondolom, hogy ezt is rendbe fogjuk szépen rakni. Egy eléggé nagy település az önöké, 2200 lelkes. Így van, 2200 lelkes. Nevelési intézmények vannak. Így van. És viszont az önök fenntartásában, ha jól tudom, mármint az önkormányzat fenntartásában nincs egy sem. Így van, hát ugye az általános iskola az a Klikhez tartozik, illetve az óvodát pedig a görögkatolikus egyházzal való kooperálásunk eredményeként átvette a görögkatolikus egyház, ami azt gondolom, hogy jót is tett magának az óvodának, viszont nyertünk pályázatot bölcsödére, aminek a közbeszerzése van előkészítés alatt. Tehát ha minden jól megy, akkor tavasszal hozzá is kezdenek, és szerintem szeptemberben talán már gyereket is tudunk fogadni. Mekkora befogadó képességű lesz a bölcsődé? 3×12 fő, tehát 36 fő. Az már azért egy eléggé nagy bölcsőde. Ezek szerint tehát akkor van is rá igény. Jó szomszédi viszony. Önök ugye pusztadobossal, hát korábban még egy települést is alkottak. Milyen egyébként a kapcsolat? Hát valamikor a két település között ugye volt egy földvár, aminek a romjai még egyébként, illetve hát a maradványai még meg is találhatók a két település között, akkor nagyon sok minden kötötte össze a két települést. Hát most, hogy mondjam, tehát annyira nincs összenőve a két település, de azt gondolom, hogy nincs rossz viszony a két település között. Sőt, polgármester úr, kifejezetten jó viszonyt ápolunk, nagyon sokszor meg szoktuk hívni rendezvényeinkre. És akkor, amikor dobosi sütőtök, akkor azt a pusztadobosiak mennyire vallják saját maguknak? Hát igazából ezt a nagydobosi képviselő, illetve a nagydobosi előjáróság nem esítette ki, de én azt gondolom, hogy mi irigyek nem vagyunk. Tehát nyugodtan vallhatják magukénak is. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Egyedülálló technológiai újdonságot jelentettek be a Fényeslitkei vasúti terminálon. Létrehozzák a logisztikai központ virtuális mását, a háromdimenziós program pedig valós időben követi majd a komplexum folyamatait. Európa legnagyobb vasúti átrakodója a tervek szerint jövő év elején kezdi megműködését. A bejelentésen Kerecsen József kollégám vett részt. Begördült az első személy vonat Fényeslitke vasúti termináljára. A szerelvényen számos külföldi logisztikai szakember győződhetett meg a központ építésének jelenlegi állapotáról. A munkálatok jó ütemben haladnak a Margit szigetnél is nagyobb, 140 hektáros területen. A terminál építés körülbelül 80%-os készültségi foknál tart. December közepére a teljes műszaki kiépítés befejeződik, csak az épületeken belüli munkák maradnak hátra, készen lesznek a burkott felületek és az alépítményi munkák, kerítés készen van, elkezdik a darukat szerelni, tehát rendkívül pozitív hírről számolhatok be, határidőt tartani tudjuk. Azt már korábban bejelentették, hogy a logisztikai központ járműveit és óriás daruit 5G-s hálózaton keresztül távvezéléssel működtetik. Az ehhez szükséges programozást egy magyar startup cég valósítja meg, létrehozva gyakorlatilag a terminál virtuális másolatát. Ennek a programnak a segítségével valós időben, háromdimenziós térben ellenőrizhető a terminál működése. A Maxfair egy magyar startup vállalkozás, az informatika területén azon belül is a virtuális valóságok ipari és oktatási alkalmazásait kutatjuk, fejlesztjük, erre kínálunk megoldásokat, és itt a terminálon a terminál működtetésében kap szerepet a virtuális valóság technológia. Azzal a szoftvereszközzel, amit mi szállítunk a terminál részére, lehetővé válik, hogy a terminál folyamatait, a konténerek mozgását, a különböző szállítóeszközöknek a működését valós időben megjelenítsük az operátorok számára, akik tetszőleges nézőpontból a legrészletesebben végigkövethetik a különböző műveleteket, amik zajlanak a terminálon, és nem csak követhetik ezeket a műveleteket, hanem szükség esetén be is avatkozhatnak a különböző alrendszereket
mélyebben vizsgálhatják, feladatokat oszthatnak ki. Mondok néhány egyszerű példát, a vasúti szerelvények mozgását ugye váltó rendszerek irányítják, és a különböző váltó rendszereknek az állapotait egy nagyon hatékony kijelző rendszeren figyelhetik meg, ami nem igényel egy jelentős kognitív terhelést, nem táblázatokat, nem számokat kell az operátoroknak használni, hanem lényegében, mint egy számítógépes játékprogram, egy nagyon könnyen követhető, nagyon könnyen érthető módon végezhetik a munkájukat. A hétköznapi ember számára is nagyon egyszerűen meg lehet ezt fogalmazni. Egy terminál operátor 25 monitor előtt ül, és 25 monitor képét nézegeti. Itt egyetlen felületen, egyetlen ember minden olyan valós történést lát, ami egyébként a terminál működésében van, vészjelzéseket kap, azonnal értesül minden információról, tehát egy más minőség lesz a terminálirátásban, ami a világon még nincsen. Óriási igény van, a humán erőforrás, a Covid és minden egyéb miatt mindig problémás. Én azt gondolom, hogy ennek a magyar fejlesztésnek, amire nagyon büszkék lehetünk, szinte belátható a jövőbeli lehetősége van. A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert képes lesz mozgatni. Kapacitását és területét tekintve is ez lesz a kontinens legnagyobb ilyen létesítménye. Az átrakodó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági stabilitásához is nagyban hozzájárulhat. Én nem vagyok műszak is, én egyszerű jogászember vagyok, de amit megértettem, hogy valahol itt is az fog történni. Bent egy meleg teremből egy teljesen máshol lévő objektumot fognak nézni, irányítani vagy felügyelni. Ha jól érzékelem, az biztos, hogy ez is egy újdonság és a világon elsők között van. És ez azért fontos, mert sokszor legyintenek, amikor Magyarország ezen északkeleti részéről beszélnek, és ezzel azt a mai bejárással, a mai kis bemutatóval, a mai beszélgetéssel azt üzenjük mindenkinek, azt üzenjük önöknek is, hogy itt a három ország határán is világszínvonalú befektetéseket és fejlesztéseket tudunk működtetni és megcsinálni. A vezérigazgató azt mondta, hogy ezzel a beruházással Magyarországot feltették Európa logisztikai térképére. Mi azt mondjuk, hogy Észak-Kelet-Magyarország ezen kis szegletét, Fényestitkét, Kisvárdát, Dögét, Komorót feltettük a világ térképére. Háló jó Istennek, rengeteg nagy beruházás zajlik a megyében, aminek egy jelentős része az a közlekedés fejlesztésével foglalkozik, közúti közlekedés fejlesztéssel is, illetve ebben az esetben vasúthoz kapcsolódóan találkozhatunk fejlesztéssel, ami gyakorlatilag a vasúti közlekedést tudja erősíteni, és az áruszállítást. Ennek rengeteg összetevője van. Nyilván az áruszállítás az azt jelenti, hogy több ember számára lehet munkát adni, több munka az pedig nagyobb biztonságot jelent és jobb megélhetést. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás viszont nem csak a megye szempontjából, hanem az egész Kárpát-medence szempontjából egy óriási volumenűnek tekinthető, és Magyarországot Európa térképén pozícionálja abban a tekintetben, hogy a keletről érkező, nyugatról érkező áruszállításnak ez valóban egy ilyen központja lehet. A terminál építését idén januárban kezdték meg. A beruházók számára fontos, hogy elsődlegesen a térségben élő szakembereket bízzák meg a munkálatokkal. Fényeslitkéről is többen járnak ide dolgozni, akiket minden szempontból megbecsülnek, mondta el a település polgármestere. Érkezett egy magyar befektető, akinek egy hosszú távú nagy stratégiai elképzelése volt. Először más országba tekintgetett, itt Szlovákiába, Felvidéken, de hála Istennek ő is itt maradt. És ennek az, hogy mennyire gyorsan nő ki a földből, azt lehet mondani, ez a beruházás, ez tényleg megdöbbent mindenkit. Így valójában a médiát is, amellett természetesen a Fényeslitke lakóit, illetve a térségnek a lakóit, fővállalkozókkal is beszélve, tehát egy egyedülálló valós szempontból is a projekt, hogy itt tényleg a munkát a befektető megbecsüli, amikor beadták a számlát, akkor egy órán belül már a számlájukon van a pénz, nem kell 90 napot várni, az alvállalkozók becsületesre ki vannak fizetve, tehát egy olyan munkakultúrát hoznak be, nem csak a kivitelezésnél, hanem majd a működtetésnél is, ami
Én azt mondom, nagyon fontos a térség számára, példát mutat abban, hogy az itt lévő nagy beruházók, illetve nagy befektetők, akik eddig is vannak, vagy cégek, igenis mennyire fontos a munkaerő. Ilyen szempontból nem csak bérben, hanem munkakörülményekben is egy olyan fejlesztés lesz, ami nagyon látványos, meg inkább azt mondom, hogy a emberközeli. Ami nekem nagyon tetszett, amikor megkerestek, hogy maga az, hogy itt beton, sínek, és itt áruátpakolás, és itt tovább, az, hogy például orvosi rendelő lesz a területen belül, tehát a dolgozóknak nem az orvoshoz kell menni, ide jön majd az orvos, tehát nem a Mohamed megy a hegyhez, hanem a hegy fog ide jönni, jelképesen mondom a Mohamedhez, és a másik oldalról pedig a munkakörülményekben zöld építés lesz, elektromos autók lesznek, aztán ami különleges fehér öltöző, tehát minden műszakban tiszta ruhát fognak az emberek kapni, nem kell hazavinni, majd a feleségük mossa ki, vagy bocsánat, akár a vasógép. Tehát egyáltalán az ember nekik a bármilyen technológiai, súlyos technológia lesz, hiszen a Huawei Vodafone első stratégiai megállapodása Magyarországon ezen a területen lesz, ami Európa egyedülálló olyan logisztikai bázisa, terminálja, ahol nem csak az 5G technológia, hanem abszolút egy okos beruházás lesz. Az Ázsiát Európával összekötő terminál próbaüzeme a tervek szerint 2022 első heteiben kezdődik, tavasztól pedig már élesben is megindulhat a vasúti kereskedelem. Különösen éjszakánként már érződik, hogy vége a nyárnak, dergősek a reggelek is, ezért sokan kapcsolták be a fűtést lakásaikban. A szezon előtt érdemes, sőt ajánlatos megvizsgáltatni a fűtési berendezéseket. A témával kapcsolatban vendégem a stúdióban Leskovics Zoltán tűzoltó aletledes, tűzoltósági főfelügyelő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Hát ugye a felkonfban elhangzott az, hogy ajánlatos, érdemes, de van olyan helyzet, amikor kötelező is megvizsgáltatni a fűtőberendezést? Vagy ilyen nincs? Nos, főként ajánlatos, hiszen a fűtési szezon most október 15-tel hivatalosan is elindul, de nyilván korábban is szükség lehetett már a tüzelőfűtőberendezések működtetésére. Komoly kockázatokat is rejthet adott esetben a fűtés, hiszen ott van az égés, az égési folyamat, és ha nem ellenőrzött körülmények között történik mindez, akkor tűz keletkezhet. Illetve keletkezhetnek olyan égés termékek, amelyek komoly veszélyt jelentenek az emberre. Ezek megelőzésére szeretnénk felhívni a figyelmet, és tényleg néhány fontosabb szabály betartásával ezek a kockázatok teljesen lecsökkenthetőek. Nézzük akkor, évente azért ajánlott átnézetni, ugye, a fűtőberendezésünket, függetlenül attól, hogy milyen fűtőberendezésről van szó. Tehát eléggé széles a spektrum. Alapszabály. Csak rendszeresített tüzelő-fűtő berendezést, tehát ellenőrzött körülmények között vásárolt, nem otthon fabrikált tüzelő-fűtő berendezést szabad használni. Ebből induljunk ki. Nyilván célszerű már a beüzemelésnél is szakember segítségét kérni, és... Már csak azért is, mert bocsánat, hogy a szavába vágok, a jótállás is például, hogyha újonnan veszük, akkor így érvényesül. Tüzelőfűtőberendezések széles skáláját, tehát indulhatunk a kandallótól, kája, konvektor, különböző kazán típusok jöhetnek itt szóba. És nyilván ezeknél a használati utasítás, a gyártói leírás tartalmazza azokat a fontosabb útmutatókat, hogy milyen időszakonként, időtartam szerint kell, szükséges ezeket szakemberekkel megvizsgáltatni, és nyilván ez a fűtési szezon megelőző időszak, vagy éppen a kezdeti időszak kell, hogy legyen, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nincs kockázat, nincs veszély, ez a tüzelő-fűtőberendezés megfelelően működik. Mi az, ami egyébként a leginkább problémát okozhat egy fűtőberendezésnél? Egy év alatt, hát gondolom éppen, hogyha nem használják, akkor beporosodik. Így van, ez jelentősen nyilván csökkenti a működés hatásfokát, de beszéljünk inkább fűtési rendszerről, hiszen a tüzelőfűtőberendezés ez ott van, oda kapcsolódik a kémény, vagy ahogy mi hívjuk, égéstermék elvezető, tehát ez egy komplex rendszer, és a kémények vonatkozásában is, mondjuk a nyári időszakban is történhettek olyan változások, amelyek befolyásolják a megfelelő működést, gondoljunk arra, hogy beesett egy tégla, a vakolat leúhat, madarak költözhetnek be, madarak hoznak oda valamilyen külső tárgyat, eszközt, méhek költöztek be. Ezek mind-mind csökkenthetik a megfelelő működést, csökkenthetik a kültő keresztmetszetet, a hatékony
légáramlási viszonyokat befolyásolva ezzel a kémény működését. Tehát magyarán eldugulhat a kémény nagyon könnyen. Így van, és akkor itt kell, hogy elmondjuk, hogy magánszemélyek vonatkozásában erősen ajánlott az, hogy a kéményeket időszakonként szakemberrel ellenőriztessük. Komoly változás az, hogy magánszemélyek esetében a társasház, illetve az egyszemélyes, mondjuk úgy családi ház, egy lakásos épületek vonatkozásában húzni kell egy határt. A társasházak vonatkozásában megmaradt a hagyományos sormunka, kéményseprő érkezik, kiértesíti az ott lakót, jönnek, megcsinálják. Egy lakásos épületek esetében, családi házak vonatkozásában viszont a tulajdonos üzemeltetőnek kell fölkeresni a kéményseprőket. Ez több csatornán is lehetséges, mai világ ugye e-mail, aztán telefon, de akár személyes kapcsolatfelvétel útján is, és akkor az egyeztetett időpontban történik meg majd a kémények ellenőrzése, tisztítása, hiszen több esetben lerakódhat olyan mennyiségű égéstermék a kémények falazatában, amely majd kéménytűzhöz is vezethet, és ezek tisztítása útján ez a probléma megoldható. Adott esetben egyébként, hogyha teszem azt, történik egy kár esemény, és mondjuk nem jött ki, vagy nem hívtam ki a kéményseprőt bizonyos időközönként, tehát ugye nem volt meg az a rendszeres karbantartás az adott évben, és emiatt keletkezett tűz, akkor akár a biztosítási eljárás folyamatán, amikor ugye a biztosító megítélné nekem a kárösszeget, hivatkozhat arra, hogy ő nem fizeti ki, mert hogy én nem jártam el megfelelően az eszköz karbantartása érdekében. Ilyen előfordulhat? A biztosítók ezzel kapcsolatos hozzáállásáról most én nem szeretnék beszélni, de viszont nyilvánvaló, hogyha egy kéménytűz bekövetkezik, ott a katasztrófavédelem meg fog jelenni, a kémény használatát meg fogja tiltani, mindaddig nem lehet használni ezt a kéményt, amíg a kéményseprő azt nem mondja, hogy igen, műszakilag megfelelő állapotban van. Most éppen ezért is fontos az előbb említett ellenőrzés és tisztítás. Magánszemélyekről beszéltem, de nyilván van máshol is kémény, tehát gazdálkodó szervezetek esetében, vagy vállalkozások esetében eltérően a magánszemélyektől díjköteles a kéményseprés, és az előbb azt nem hangsúlyoztam, és nagyon fontos elmondani, hogy magánszemélyek esetében díjmentes. Uh-huh. Jó, akkor beszéljünk arról, hogy ugye hát nem csak a tekintetben lehet félni, hogy eltömődik a kémény, hanem a tekintetben is, hogy visszajön a szénmonoxid. Ugye ezt már a médiából sokan csendes gyilkosként is ismerik. Ez milyen fűtési rendszerekre vonatkozhat? Tehát kik azok, akik féljenek konkrétan? Igen, amennyiben zárt rendszerű a tüzelőfűtő berendezésünk, mondjuk egy gázkazán, egy kondenzációs gázkazánról, amely ma már ugye igencsak elterjedt, ott ez a kockázat nem igazán áll fönn, viszont a nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezések, mi az a nyílt égéstér, tehát amely tüzelőfűtő berendezés az égéshez szükséges levegőt abból a helyiségből kapja, ahol ő maga el van helyezve. Tehát mondjuk egy nyílt égésterű lehet a vízmelegítős átfolyó, ez igen gyakori. És ezek rendszerint, hogy a fürdőszobában egy kis alapterületű helyiségben vannak elhelyezve. Ha annak a helyiség levegőjét a szél használta, akkor bekövetkezhet a tökéletlen égés, a tökéletlen égés eredményeképpen pedig a szénmonoxid földúsulhat ezen helyiségben, és ahogy említette, csendes gyilkosként fog megjelenni, hiszen ez a gáz szintelen, szaktalan, és olyan tüneteket okoz, amely könnyen összetéveszthető más betegsége, például szédülés, a hányinger, ez ugye más betegségnek egy tünete is lehet. Amit itt el kell mondjunk, hogy ha bekövetkezik ez a szédülés, hányás, gyanakodjunk szénmonoxid jelenlétére, azonnal szüntessük meg a tüzelőfűtő berendezés működtetését, nyissunk ablakot. Konvektor, még erre azért külön kíváncsi lennék, szerintem sok házban van még mindig konvektor, ott kell-e figyelni a tekintetben?
konvektorok is abból a helyiségből veszik az égéshez szükséges oxigént, ahol el vannak helyezve. Amire még szeretnénk felhívni minden tüzelőfűtőberendezés esetében a figyelmet, hogy szénmonoxid nem csak az égés folyamán, illetve ahhoz köthető leginkább, de nagyon fontos szegmens az egésznek, hogy mennyire zárt az a helyiség, mennyire izolált. Tehát most akár a nyár folyamán többen végeztek el lakásfelújítás, és beépítettek olyan nem levegőző rendszereket, ablakot, nyílászárókat, amely nem fogja beengedni a korábban beengedett oxigénmennyiséget, és hogyha nincsen kellő mennyiség, akkor az előbb említett veszély ugyancsak fennáll. És harmadikként mindenképpen szeretnénk elmondani a szénmonoxid érzékelők beszerzését. Ez az elmúlt egy évtizedben rohamosan fejlődött, tehát nagyon sok családi otthonban, lakásban ez jelen van, de csak hangsúlyozottan kiegészítő elemként mondjuk. Tüzelőfűtő berendezések felülvizsgálata, kémények felülvizsgálata, megfelelő oxigén ellátottság, és utána jön a szénmonoxid érzékelő. Vásároljunk hiteles körülmények közül ilyen készüléket. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor történész beszél majd az 56-os forradalom megyei eseményeiről, de vendégül látjuk nemrég kitüntetett kollégánkat, Viraszkó Szilviát, és várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra.